Jó, akkor folytatnánk a testületi ülést, 12-es napi rendi ponttal. Ez a témagyári kialakításához szükséges 0-36-es helyhozó számú terület feltörött bevonása. Ugye már a múltkori testületi ülésen beszéltünk arról, hogy a részint a malomdőlő budai tégla kialakítás, illetve a esetleges pályázatok kapcsán elindítottunk egy folyamatot. Ez akkor, megmondom őszintén, elkerült az én figyelmemet. Ez a 037-es út pedig odafigyelhettem volna, mert ez nullával kezdődő, és énekezve tudnom kéne, hogy ez egy külterületi. És jelen pillanatban van egy olyan helyzet, hogy a budai tégla által még át nem adott terület, a már meglévő terület, amit a másik oldalról vettünk el, a tulajdonosok részéről, illetve van egy köztes út, ez a 037-es. Ez a határozati javaslat tulajdonképpen ennek az útnak a sorsát, a kiszabályozhatóságát és a belterületi bevonását ezt szándékozik rendezni. Gyakorlatilag itt az a ominózus téglagyári út, ami több-több ingatlanból leesve alakul ki, annak a végleges sorsát tudná rendezni, mégpedig úgy, hogy a végén egy belterületi helyrajzi számot kapna meg. És a budai tégla részéről ugye van egy terület átadási ajándék vagy javaslat. Az a álláspont, vagy az a én véleményem, hogy gyakorlatilag, ha ezt így a lejegyzéssel, ami a lejegyzés folyamata már el is indult, szerzi meg az önkormányzat, akkor ez nem az ajándék és nem a visszakövetelhető rész, hanem akkor azt egyszer mindenkor az önkormányzat tulajdonába egy végleges lejegyzéssel és a malomdülő szerződésnek megfelelően 16 méter szélességben kialakítottuk lenne. Ez tulajdonképpen erről szól ez a történet. Akkor ugye most ja, igen, és itt van az előterjesztésben, hogy gyakorlatilag ennek a költség, várható költségét akkor az általános tartalékból és nem a polgármesteri keretből. Ezzel kapcsolatban a kérdés az. Nekem csak egy, hogy ez itt látom, tehát addig tartani ez a dolog, amíg a vázrajzon látszik. Tudom, hogy a vázrajzon előtte, ha látom, ja, hát akkor igen. Azt, amit kaptam. Ez gyakorlatilag a buszfordulótól, az van előtte. Igen. A malomdülő közepéig. Mert az már a 037-es. Van egy olyan telek, ameddig én látom, hogy úgy hívják, hogy 3099-es. Volt egy ilyen nagy hatalmas történet. Nem tudom, hogy mire. Ez itt érdekel, és csak semmi. Ez itt sem igaz. Onnan indul, igen, onnan indul, és akkor ugye a területen idejük hátra. Mert itt már ez a 037-es. Tehát még megy tovább. Igen, felépít, és jön. Az már nem az a fenti rész. Uh-huh. És itt van jelen pillanatban három különböző rákozom, a 30. Tehát itt még megy tovább. Igen, igen. És meddig megy a malomdülő? A malomdülő végéig. Végéig. Tehát végig. A végéig gyakorlatilag. Igen, igen. Addig a terület az, amikor... A három helyrajzi számon van jelen pillanatban a kiszabályozásnak a 16 méter széles útja. Tehát bocsánat, most megtaláltam, hogy eddig a Süllő utcáig vagy? Itt ér véget, itt ér véget. És akkor itt kezdődnek az igen, a részek. Igen, az már, azt a múltkor rendeztük. Igen, igen. Ott ér véget. Köszönöm. Ezzel kapcsolatban tovább kérdés. Amennyiben nincs, akkor van egy határozati javaslatunk. Hosszú, de gyakorlatilag akkor a lényegi változás a tervezeti javaslaton belül csak a
tisztel tudja fogadni. Köszönöm tartózkodás. Egy hangban elfogadta a képviselőtestület. Gyakorlatilag ez a Sülő utca? Nem, a Sülő utca az már a helyén van. A 13-as napi rendi pontunk a hírmondó hirdetési díjak megállapítása, ezt a pénzügyi bizottság tárgyalta. Jutottatok is itt meg. Elfogadásra javasolja a pénzügyi bizottság képviselőtestületnek. Bővebben akarsz róla beszélni? A pénzügyi bizottság elfogadása. Az online hirdetésnél meg kéne határozni a felületet, hirdetési felületet módosítani. Javaslat? Erre nem volt javaslat. Pontosítani. Szerkesztő úr javasolja rá. Kértük, hogy legyen meghívva a szerkesztő úr. És beszúrtunk egy helyi szurocskát, hogyha emlékszünk a vállalkozásokkal. Vállalkozások. Azt hiszem a kettes pontban van egy vállalkozásokkal kapcsolatos kedvezményről szó. És ott beszúrtunk egy olyan szót, hogy a helyi vállalkozásoknak adott kedvezmény. A határozati javaslatnak a kettes pontjában. A testület által meghatározott kezdődő? Így van. Igen. Jogos úr helyi vállalkozó. Hogy ezt megbeszéltük mi is ezt. Akkor ez az online hirdetésre vonatkozó 2000 forint per hó, azt akkor a méretét kéne meghatározni. Erre vonatkozólag van javaslat? Hogy csináljunk? Hát ezzel a kiegészítéssel szerintem nem annyira súlyos a dolog. Még sem indult az online. Ezért nem érdemes megakasztani. Nem megakasztani, csak hogy... De tisztázzák. Vegyük le, vagy a, vagy a későbbiekben kerül kiegészítésre. Jó? Ez így elfogadható? Akkor ki az, aki le tudja fogadni, kérem készfeltartásra jelezze. Köszönöm. Tartózkodás ellen elfogadom elfogadhatást. 14-es napirendi pontunk a helyi értéktár fejlesztése. Itt a Human Bizottság tárgyalt, dolgozott, dolgozik, jövőben is dolgozni fog. Ez egy folyamatos munkája lesz a bizottságnak. Éva, szeretnél róla egy kicsit többet, mert tudom, hogy te karoltad fel, és te elviszed. Annyi változás történt, már itt el volt megalakult a Human Bizottság kibővült az értéktár kezelésével is, egy adatlapot, amit javasolnak, a törvény is javasol, milyen adatlapon, hogy lehet fölterjeszteni az értéktárba helyi értékeket, az egy melléklete, jól tudom, hogy jól láttátok, és kiegészült azzal, hogy amikor elkezdtük, akkor a szakrális értékeket vettük föl, de én kértem, hogy vegyük még az egyi vármakettet meg a tanesvényt, ugyanis az értéktárnak 8 alapfejezete van, ne csak az épített, hanem a természeti környezetünk is legyen rögtön rendőr az elején az értéktárban. Ez egy folyamatos munka lesz, hogy megkérdetjük, fölrakjuk a honlapra, tehát bárki adhat javaslatot arra a 8 területre. És egy kicsit kibővítettük a szakrális. Igen. Azt nem tudom, hogy a mi határozott javaslatban benne van. Az újban benne van már, igen. A temető. Temető. És a temető. A temető benne található síremlékekkel, ugye? Így van. A Rozália kápolna. Szerintem ez a kettő. Igen, én is a tevesziklát hiányolatom. A teveszikla, mi az a természeti környezetben, az a Kevélyhegyi tanösvény egyik állomása, tehát az úgy benne van. Tehát nincs külön, hanem a természeti környezeti értékeknél van ötten. Most tudjuk nagyon jól, hogy nagyon sok mindent be lehet levéteni, de úgy gondoltuk, hogy ezt folyamatosan és megbeszélve kellene csinálni, és ezért most ez az első három lépcső, és akkor ha jól tudom, hogy
hogy ezt a tegyi vármaketet és a tanúsaint a Pest megyei értéktárba is. Így van. Föltetted, ugye? Felküldtük. Tehát ez már a megyei értéktárba szerepel, és akkor a szakrális értékek, azok a helyi értéktárba, és a továbbiakban még folytatjuk ezt a munkát. Tehát bizonyos csoportok szerint bővítjük az értéktárat. Természeti értékek, épített értékek, humán értékek. Olyan is? Hogyne. Tehát a helyben lakó művészek, például... De akár egy nagyon régi sváb recept is lehet, akkor a területén is így van. Tehát azon a népszokások, népszokások is lehet. A hagyományőrzés, szokottan. És hogyha beindul az őstermelői piac, aki az élelmiszer Így van, a kecske sajtot, szóval rengeteg minden lehet, csak olyan szisztematikusan akarunk haladni, és így. Ez lenne az első lépés. Kérdés? Nem látom, akkor több határozati javaslat van ebben a kapcsolatban, hogy az első az a határozati javaslat, hogy a bizottság összeállított egy kérdőjében kormányadatványt. Egy javaslati adatot. Javaslati adatot, igen. Ennek a megjelentetéséről szó. Azt nem látom, hogy ez az önkormányzat honlapján nem is elvan, hogy minden fórumon. Jó? Tehát akkor az egyik határozati javaslat ennek a formanyomutatványnak az elfogadása, így ebben a formában, amit a bizottság javasol ki, az aki lehet, így a fogadók jelentkezőtartásra jelezze. Köszönöm, egy hangulat elfogadta a képviselőtestület. A második határozati javaslat, az tulajdonképpen a hungarikumokról szóló törvényben meghatározott felhatalmazás alapján, amit a Feri is említett, hogy gyakorlatilag ezek a kezdeti értékek az egyivár makettjét vennénk föl. Indoklással, és akkor gyakorlatilag ennyi a második határozati javaslat, hogy az Egri csillagok címen át sikerű film kapcsán megépült egyivár makettje kerüljön be az értéktárba. Ki az, aki ebben egyet tud érteni? Köszönöm. Tartózkodás ellen egy hangulat elfogadta a testület. Ugyanebben a témakörben a hármas számú határozati javaslat, ez a szakrális épített emlékekről szóló felsorolás. Ugye jelen pillanatban itt a templom, kávária. Akkor bejavítani szeretnénk. Igen, javítani szeretnénk. Igen. A Rozália kápolna a régi Budai úton. Egészen pontosan bővíteni szeretnénk. Így van. Az benne volt, a régi bevezető úton. Régi úton, akkor a Rozália kápolnát hozzávettük, és a római katolikus temetőt. A benne található sír emlékekkel, ugye ez a sír emlékpark, amit ott a régi sírkövekből megcsinálta. Igen, ezt úgy kiemelnénk, tehát a temető plusz az a benne található. Hogy lehet ezt jól megfogalmazni? Síremlék park, ez szerintem jó. Van még a Mendel szobor. A Mendel az egy emlékmű. Igen. Tehát az emlékműveket nem vettük most ebbe a szobába is. A másik kereszt, ami a Kristófére kereszt, így van. A körfőket, vagy csak ezeket. Ja, jól értem, akkor ez egy folyamatosan bővülő lista lesz. Így van. Ez most a kiinduló pont. Jó? Ezzel kapcsolatban akkor a hármas számú határozata módosításokkal együtt ki az, aki el tudja fogadni, kérem kézbe a tartásra. Köszönöm, tartózkodás ellen.
természet és környezeti értékekről szól, a tanösvény 3-2. Erre vonatkozóan van-e valami kiegészítés? Reméljük, hogy majd a lakosoknak lesz rengeteg észrevételük, és akkor fel tudjuk adni a listára, és valóban ez lehet egy olyan munka, ahol a lakosság jelentős része részt fog venni a munkába. Tehát amikor a 4-es határozati javaslat gyakorlatilag a kiegészítések nélkül, illetve az itt leírtak alapján ki el tudja fogadni, viszont a tartózkodás ellenszem az nem volt egy hangulag elfogadható viseletesre. A 15-ös napi rendi pontunk az a Dunas vértesközi regionális hulladékgazdálkodási társulás létesítményének próbaüzet indítása, egy kicsit hosszúra sikerült ez a napi rend meghatározás. És a szerződés hosszabbítás. Itt ez egy konzorciális szerződés hosszú évekre visszanyúlik. Jelen pillanatban az önkormányzatnak van egy szerződéses megállapodása a hulladék szállítóval, kezelővel. Gyakorlatilag ők most ennek a társulásnak a beszállítói lesznek. Igazából ez egy formai szerződés módosítás csak, ha jól értettem, mert jegyzőasszony nagyon néz rám riadtan, úgyhogy lehet, hogy valamit nem jól mondok, úgyhogy kérem, akkor egészítsek ki, mi az, amit én tévesen értem ezeken. Teljesen jól voltak, olyan most erről. Tehát másfél évre kötöttük meg ezt a szerződést, miután az előző közbeszerzés az eredménytelen volt, és úgy gondoltuk, hogy ha 10 évre nem pályázott senki, akkor talán rövidebb időtartamra igen. Ez a másfél év, ez úgy született egy 6 hónapos további opcióval, tehát hogy a közbeszerzés nélkül továbbiakban is 6 hónapra meghosszabbítható legyen, hogy annak idején is már a Dunavértes más mutatkozott, hogy ezen a nyáron nyílnak majd meg az ő létesítményei. A közbeszerzési szerződés is pontófeltételként tartalmazza, hogy amennyiben nem vállalja a közszolgáltató azt, hogy ha majd megnyílik a Dunavértes, akkor az ő létesítményeibe rakjon le, akkor a szerződést ez alapján fel lehetne bontani. A Zöldbicskével egyeztettünk, és ők azt nyilatkozták, hogy ők lesznek az üzemeltetői a Dunavértes létesítményeinek, tehát nekik semmiféle plusz költséget vagy problémát nem jelent, hogy oda vigyék a hulladékot. A szerződésnek a meghosszabbítása az majd csak augusztusban lett volna esedékes, de gondoltam, hogy ha már úgyis szerződést módosítunk emiatt, akkor praktikus okokból elvégeznénk ezt a szerződés hosszabbítást is. A Zöldbicskára is azt nyilatkozta, hogy igen, ők szeretnének továbbra is szolgáltatni, és ez alapján akkor 2016. második 28-ig lenne érvényes szerződésünk. Én arra számítok, hogy esetlegesen addig még a hatósági ár kerül majd bevezetésre. Meglátjuk, hogy mit hoz majd a hulladék gazdálkodási politika. Mindenesetre addig biztosított önkormányzatunknál ez a maradás. És akkor ezt természetesen majd feladjuk közbeszerzési hirdetőnek. Kérdés? Jó, van egy határozati javaslat, hogy gyakorlatilag 4 pontba foglalva mindaz, amit a jegyzőasszony elmondott, hogy az egyik az a 6 hónappal való hosszabbítás, a másik, hogy a Dunavértes közi hulladékgazdálkodási társulat létesítményét használja, a 3-as pontja ennek a határozati javaslatnak a szerződés aláírásra való meghatalmazás, illetve a 4-es pontja, hogy a közbeszerzési értesítőben való megjelentetés. Ki az, aki ezt nem tudja fogadni, kérem kész feltartásra jelezze. Köszönöm, egy hangulag elfogadta a testület. A 16-os napi rendi pontunk civil szervezetek 2014-i tevékenységéről szóló beszámoló
és pénzügyi elszámolás. Itt még jóváhagyása van, de tegnap a pénzügyi bizottságban voltak észrevételek ebben a kapcsolatban. A pénzügyi bizottság részéről, hogyha valaki tájékoztatná a testületet, elnök úr. A bizottság tárgyalta, elég hosszan tárgyalta, és itt át is adnám Évának a szót, mert a Humán Bizottság tárgyalta előttünk, és nagyon komolyan kivesézték az egészet, és ennek alapján a pénzügyi bizottság is támogatja azt, amit a Humán Bizottság megállapított. Tehát mi már pénteken tárgyaltuk, akkor a pénzügyi részét egy ilyen súrópróba szerűen néztünk meg egy szervezetet, amikor komoly gondok vannak az elszámolással és a beszámoló egyezésével, és akkor felmerült a következő dolog, hogy akkor hétfőn este a pénzügyi előtt nézzem át ezeket az elszámolásokat. Elég sok hiányosságot találtam, amit részletezni, most mindazokat elmondtuk, akkor a Csillag Katának, a pénzügyi vezetőnek, hogy kérjük azokat, hogy a hiányosságokat szólítsa fel őket, hogy pótolják. Nagyon sok probléma volt a számlákkal, a számlákkal nem vezették rá, hogy ebből a pénzből lettek azok kifizetve. Olyan nyomtatványok is kerültek oda bele, ami nem lehet hova tenni, tehát nem a támogatási szerződés alapján számolt el az a szervezet vele, és ezért kértük, hogy szólítsa fel ezeket a szervezeteket, és akkor pótolják a hiányosságokat. Felmerült még az is, hogy volt, hogy nem volt érvényes szerződés aláírva, de először polgármester nem írta meg alá azokat. Ezeket a hiányosságokat elmondtuk, és akkor azt az ígéretet kaptuk a Csillag Katától, hogy akkor felszólítja azokat a szervezeteket, hogy pótolják. Hiánypótlása. Hát akkor az előterjesztésben a szereplő határozott javaslat így formában nem elfogadható. Nem tudom, képviselők részéről van egy kérdés észrevétel. Még elhangzott az is, hogy addig, tehát azon szervezetek, amelyek az idén is pályáztak, de a tavalyi elszámolások pontatlan. Tehát addig, amíg nem rendezik tavalyi elszámolásokat, addig legyen felfüggesztve a kifizetés. Tehát ezzel is nyomás gyakorolva rájuk, hogy pénzügyi számíteni rendnek megfelelően számoljanak el. Erre vonatkozónak valami a tárgyat megszabtatok, vagy javasoltatok? Nem. Most csak azt fogadná el a testület, akiknek minden rendben volt. Tehát tulajdonképpen a határozat szövegéből kikerülnének azok az egyesületek, akiknek még hiánypótlása van. Ha itt a határozatban gyakorlatilag a pirossal jelölt az a tiltólista, ha jól gondolom, a kék az ki? Nekik csak a számlára nem volt rájegyezve, tehát ez pótolható hiányosság a fölállat fogadni. Itt fölmerült egyébként a rendeletnek az átvizsgálása is, az hogy áll az a kérdés? Megfelmerült mind a két oldalon, hogy van két olyan szervezet, hogy valószínűleg nem ilyenfajta megállapodást kéne kötnünk, ez a Tűzoltó Egyesület, meg a Polgárőr Egyesület, hogy nem ebbe a civil elszámolási rendszerbe kellene, hogy létrejön, hanem külön kezelendő az a két egyesület, mert egész másfajta feladat ellátást végez a faluba, nincsen az a sportolás. Ma már egy kötelező feladat ellátást végzik. Igen, tehát hogy őnek itt ne ilyenféle fajta legyen, mert itt pontosan az áthúzódó pénzek miatt, vagy esetleg egy beruházásra fordítandó pénzeszköz, ami abban a támogatásban nem lehet. És külön kérvényt kell írni, és akkor már egy kicsit bonyolultabbá teszi a dolgot, hogy egyszerűsítsük meg a jövőben. Jó, de ezt tulajdonképpen jelenleg ezt nem érjük. Jelenleg ezt nem érjük, ez a jövőre vonatkozó. Ez a jövőre vonatkozó. Tehát akkor az öt szervezet, ami pirosan van jelölve, az gyakorlatilag további egyeztetésre, illetve utasításra felett kérve.
illetve a kék könyv szerve, az záros határidon belül tudja ezt a hiányosságot hozni. Ha jól jöttem, akkor ez a következő testület ülésen ismét téma lesz az önszervezet miatt. Jó. És volt, most, volt még egy gondunk itt az óvodával kapcsolatban, hogy hát késztények elé állított, ugye, hogyha látjuk a táblázat alapján, hogy áthozta idénre, és idén költötte el márciusba azt, amire tavalyi évben pályázott, és volt 9 hónapja, hogy elkölti azt az összeget. Itt most már nem tudtunk mit csinálni ezzel a késztényel, elfogadtuk, hogy megvásárolta a mintát, viszont ott is van még maradvány összeg, hogy akkor azzal ilyenkor mi történik. Hát ugye úgy szól, a támogatási szerződés, ha évvégéig nem számol el vele, akkor azt vissza kell, hogy fizesse az önkormányzatnak az összeget. Nem költi el, igen, de itt most, amit már módosított, nem kért módosítást, márciusban költött el, de még így sem annyi, amennyit kapott, tehát, hogy... De erre, emiatt beszéltük azt, hogy a rendeletet is átvizsgáljuk, ugye, hogy nem szólul a némi revízióra, ez itt például az ilyen esetek miatt. Hát, hogyha újra KTL-é hozzuk ezt a történetet, akkor hozzuk a rendeletet is, igen, és tegyünk esetleg javaslatot, hogyha módosításra szabadul valamilyen szinten. Tehát mondjuk az áthúzódó elköltések. Hát meg azok is felmerültek, hogyha olyan fajta kisértékű tárgyi eszközöket vásárol, ami nem is annyira kisértékű, tehát közel 3000 forint értékben vásárol egy civil szervezet hangtechnikai berendezést, akkor valami nyilvántartás, leltárt vagy jegyzéket, hogy valamit mellé kelljen oda mellé, tehát ne csak a számmal legyen ott, hogy akkor eljött. Azt mondom, hogy rendeletbe kell, mert ugye rendelet eddig ezt nem tartalmaztam. Akkor az eredetihez képest ez a módosítás, miért van most azért, hogy ki az, aki el tudja fogadni, illetve módosításokkal együtt ki az, aki el tudja fogadni, hiszen a ellenszavazat tartózkodás nem volt egy hónapban. 17-es napi rendi pont, az a ciklus program elfogadásáról szól, tehát gyakorlatilag bizottság is, meg a polgárőrség is, mert februárban leadta a tevékenység beszámolóját. Miért nincs itt? Tavaly küldtek napon. Ja, mert az nincs nálam, akkor ott azért. Ez 28-án, 3-ra. Hát akkor felkérdem a két érintett elnököt, hogy röviden tartsa meg a szolgálati beszámolóját, ha már nincs előttünk. Jó, hát mindenki megkapta, legalábbis úgy gondolom, PDF-ben a polgárőrség beszámolóját. Taglétszámunk jelenleg 19 fő a fiatalokkal együtt. Tulajdonképpen 1996-ban a Bolosjenői polgárőrség volt az első, aki megalapította az ifjúsági tagozatot, és azóta is a fiatalokat vonza magához, hívja magához, illetve a tavalyi évben volt először olyan kötelezettség, amit felvállalt a polgárőrség, hogy a fiatalok úgy mehetnek érettségére, hogy 50 óra közmunkát teljesítenek, és erre a közmunka lehetőségére a mi egyesületünk lépett először, hogy milyen is ebben is kössük magunkhoz valamilyen szinten a fiatalokat, mert ami így a polgárőrséggel vannak. És ezt a feladatot végig, addig nem a közrend ellen tevékenykednek. Azóta már a
az Országos Polgárőrszövetség is átvette ezt a kezdeményezést, úgyhogy erről be tudok számolni, hogy nálunk például ez nagyon jól működik. A fiatalokat sikerült megfogni olyan szinten, hogy mindig van a mozsolódás természetesen, de a jelentkező 6 fiatalból tulajdonképpen mondhatom azt, hogy 3 fixen megmaradt, egy még billeg, de úgy tűnik, hogy ő is megmaradt a polgárőrség kérdében, és ez az értelisítésnek sem rossz. A tavalyi évben, hát ezt mindenki tudja, hogy most már évek óta a polgárőrség biztosítja a járművet a öregeknek az anyagba szállításához. Elég sok problémát okozott azért nekünk, függetlenül attól, hogy tavaly decemberben megkaptuk az egész évi támogatást erre ennek kapcsolatban. Azért a gépkocsi vezetőt a önkormányzat biztosítja hozzá, és időnként azért észreveszik azt, hogy nem úgy kötődik a járműhöz, mint egy munkaeszközhöz, hanem úgyhogy hát van. Magas költséget jelent számunkra. Ahogy a kocka alezredes úr is elmondta, a KMB-ssel jó kapcsolatot alakítottunk ki, és igyekszünk minden szolgálatához polgárért biztosítani. Ez a két testületnek a munkáját is szorosabbra tudja fogni, illetve a különleges segítséget jelent, hogy olyan helyiekkel tud kimenni szolgálatba, akik ismerik is a területet. Bár most már az életében is ismeri a területet, és ismeri az embereket, de ettől függetlenül egy jó dolog. A üremi KMB-sekkel is jó kapcsolatot alakítottunk ki, és sikeresen léptünk fel több esetben velük közösen, amikor a mi KMB-sünk nem volt elérhető, őnek is a szabad nap, illetve a szabadság. Az üreményekkel több esetben sikeresen léptünk fel. A tavalyi évben összességében 159 szervezet szolgálatot láttunk, ezen tartalmazva az idősek számítását, tehát ez teljesen külön van. 53 esetben vonultunk a lakossági bejelentésre, 11 esetben láttunk el rendezvénybiztosítást, és 23 esetben végeztünk rendkívüli riasztásos szolgálatot, amikor elveszett valaki, vagy rohanni kellett valakihez. Úgyhogy a 2014-es évben 2839 óra szolgálatot látott el a polgárőrség, az idősek szállításán kívül. Ez ebben nincs benne. Szeretnénk ebben az évben folytatni azt, amit már elkezdtünk, a garázsépítést, úgyhogy a többek között ezért is minél előbb megkapni az évi támogatásnak a időarányos részét, hogy legyen pénzünk, amiből meg tudjuk vásárolni a téglát, meg a hozzátartozó dolgokat, hogy végre a polgárőrség egy olyan helyre kerülhessen, mert most már az irodánk rendben van, és magunk csináltuk meg, egy hát eléggé lerobbant épületből, az most már központi fűtéssel, melegvízzel és kultúrát, vizes blokkal rendelkezik, viszont az autóink még mindig a hóvapagyba állnak. Úgyhogy szeretnénk ezt az idén befejezni, és akkor tulajdonképpen nem dőlhetünk hátra, akkor végre az értékes időket annak szentelhetjük, amiért ez az egyesület lényegében van, hogy a közbiztonság tovább erősödjön. Én köszönöm, hogy ennyit szerettem volna. Köszönöm. Szerintem én lakom. Részére. Nincs kérdés. Ha van kérdés, szívesen van. Azt kérdezem, de teljes mértékben elfogadták.
beszámolódat. Egész évi munkáért. Végén összefoglaljuk akkor a tűzoltóság részéről. Én azt fogom ilyen hoztam, mint a Pista. Nincs itt előttem semmi, ott megkapta gondolom mindenki. Vagy nem? Tudnám mondani, hogy a tavaly évben, tehát másképp kezdtem, az ellátási kör, vagy ellátási körzetet mindig csak úgy mondjuk, hogy egy a vállalt területünk az Üröm és Borossjelenek a területe, ugye ebben belesik a külső Bécsi út is, meg a két település és Spanberből, tehát az egész közigazgatási terület, amire ugyanez vonatkozik. A tavaly évben körülbelül 20 esetben volt a vonulásunk, ez az utóbbi években mondhatnám azt, hogy ilyen csökkenő tendenciát mutat, mert 3-4 évvel ezelőtt éves szinten 60-65 körül volt, ebbe a két községet természetesen beleértve. Ezeknek az eseteknek, hogy nagyjából a fele műszaki mentés, a másik meg tűz. Hol lakástűz, hol erdőtűz, szerencsére az erdőtűzek az utóbbi egy-két évben ritkábbak lettek, voltam tűzteti a döntő többségét. A támogatásunk az tulajdonképpen 4 helyről épül fel, vagy 4 részből épül fel. Ugye a fő támogató a Borossjelenő önkormányzat, valamilyen formában kevés összeggel támogat az önkormányzat is minket. A BMOK pályázatokon szintén ugye minden évben indulunk, és ott elég rendes támogatást kapunk, és külön most tavaly április 1-től a OKF-től kapunk minden hónapban 100 000 forint támogatást működési költségre és felszerelésre. Ennek az ellentételezése nekünk, hogy éves szinten 3000 óra ügyeleti szolgálatot kell vállalni, ami azt jelenti, hogy akkor a főváros nem avatkozik be, csak ha valami nagyobb esemény van, de apró cseprő dolgokhoz, már idézőjeles az apró cseprő dolog, ők nem vonulnak. Ez teljes mértékben ránk van bízva. Tavaly április 1-től van ez, amikor úgynevezett beavatkozó együttesek lettünk, egy egyesületek lettünk, ebből akkor volt az országban 5 darab, ez mind itt a Pilisi medencének a Solymás, Szent Iván, Vörösvár és Borossjelenő, és egy volt még aztán hosszú. Szüperesztek valahol vasba, de ez a létszám azóta is csak ilyen 20 körüli, 18 volt, azt hiszem, amikor utoljára voltam ilyen beigazításon, úgy mondjam. Ezek mellett ugye részt veszünk a falunak a rendezvényeinek a segítésében, meg egyéb ilyen zűrös dolgokban, fakivágás, meg egyéb zűrös dolgokban, egyedekben. Karácsonyi beállítás, meg egyébár játékoknál tisztálkodásba segítés, meg útlocsolás, meg egyéb ilyen mondjuk, hogy most vasárnap egy sárkányrepülő lehozás. Nem, a sárkányrepülő lehozás volt, repülős lehozása volt, hát mi autónkkal tudtak lehozni, mert nem, senki nem tudott fölmenni. Nyílt lábszer. Aki ráadásul még Borossjelenő is. Úgy mondták a fiúknak, hogy remélem, hogy elmondt a kedves állványokon is tőle. Tavaly évben igyekeztünk a szertárunkat rendbe hozni kívül belül, főleg az a hátsó épületre vonatkozik, ami régen gázcseretelep volt, aztán utána egy vállalkozónak volt a műhelye, és olyan állapotban maradt ránk, amilyenben volt. Azt most próbáltuk otthonosabbá tenni végül is, ugye az időnk egy részét valamilyen formában mégiscsak eltöltjük ott, hogy sok fűtést meg ide nekünk kell fizetni, tehát szigeteltük. Ami tulajdonképpen az önkormányzatnak visszafordítottuk ezt a pénzt, mert ugye önkormányzati tulajdonban van az épület, és a tűzoltók csak bérülök ott a polgárőrökkel együtt, ami az egész területet. Szigeteltük kívülről. Tetőt cseréltük ki, egy régi eternit hullámpala volt, azt most szigeteltük és ki lett cserélve vindablemezve. Ennek a munkája, ugye, amit szerepel, ez az 1 millió forint a munkadíja, de ehhez pluszban még mi
tavaly előtti évben az OKF-től kaptunk 400 ezer forint körül támogatást, ami arra volt elég, hogy a mindak lemezt megjegyük. Most ha a hangár részt építgetjük egy kicsit, és lassan is befejeződik, de meg ott is szeretnénk padlót műanyagunkba lehúzni, hogy könnyebben tisztán tartható legyen. Hát aztán jó mondatokban elmondtam mindent. Szerettem volna kérni az elfogadást. Köszönöm. Vagy ha kérdés van, akkor... Én a részéről annyit szeretnék hozzátenni, hogy tulajdonképpen az a két szervezet, Pilis Boros jelen, az a szervezet, aki ha nincs, akkor óriási hiánya van, ha meg van, akkor igazából nem látni, hogy van, hál' Istennek. Hiszen ez a munkájuk, hogy rend legyen, minden a helyén legyen, és hogyha jól dolgoznak, akkor ők észrevehetetlenek. Ebből kifolyólag pontosan Boros jelen is, de sajnos Magyarországon is egy picit olyan ellenfogadott tevékenység ez a két szervezetnek a tevékenysége. Magyarul nincs kellő társadalmi megbecsülése. Volt nekem szerencsém tűzoltósággal pár évvel ezelőtt Ausztriában, Németországban elmenni. Egész más hozzáállással, más szemlélettel viseltettek az ottani polgárok, az olyan önkéntesek, vagy hivatásosok felé, akik ezt a hát nem úgy kis áldozatra járó feladatot bevállalják és vállalják, mert azért bele lehet gondolni, hogy azért éjjel egykor, vagy hajnali kettőkor, vagy ne talántán este hatkor egy riasztás, ami által másnap hajnali kettőig, és utána még munkába kell lenni, hogy azért ez milyen áldozatokkal jár. Én csak azt tudom mondani a település irányába is, illetve az itt lévő képviselőknek, hogy próbáljuk meg ennek a két szervezet munkájának a rangját elismerni, elismertetni és tudatosítani a lakosokkal, hogy mennyire fontos ez a településnek. Ne úgy kezeljék, mint ami pár évvel ezelőtt volt egy tűzeset kapcsán, hogy amikor az illetőnek a házát mentették meg attól a tűzoltók, hogy ne kapjon lángot az erdőtől, akkor másnapnak ez volt a legnagyobb problémája, hogy az almafáján letörték az ágat. Tehát valahol érezhetni az munkájuk súlyát, a felelősségüket is, és ezt valamilyen szinten hát elfogadni és elfogadhatni. Én valamilyen szinten külön köszönöm a két szervezet munkáját, és tényleg azt tudom mondani, hogy ilyen múltban is, és remélem a jövőben is ez így lesz, hiszen ettől változna meg. Mindig lehetett számítani az ő segítségükre és az azonnali beavatkozásukra és az azonnali intézkedésükre. Ebben kapcsolatban akkor a határozati javaslat, mivel a szervezeteknek volt beszámolóról való elfogadásuk, akkor én javaslom, hogy a két szervezetre vonatkozólag is minimum egy ilyen határozati javaslattal fogadjuk el előadnak a szervezetre vonatkozó beszámolót. A polgárőrséget ki az, aki el tudja fogadni. Köszönöm, tartózkodás ellene egy tartózkodás. Ezek szerint a elnök úr az nem minden régen. Nem elégedett a polgárőrség munkájával, úgyhogy későn kaptad meg. Úgyhogy láb még javítani valót a munkájukba. Akkor az önkéntes tűzoltóságra vonatkozó beszámolt ki az, aki el tudja fogadni, kérem kész feltartása jelezét. Köszönöm, tartózkodás, szintén egy tartózkodással testület elfogadó. Még hozzátenném, hogy már nagyon várjuk a következő tűzoltónapit, ahol évfordulótok lesz, mert az nagyon jó volt a fogban, amikor rendszeresen volt, egy éve egyszer csak biztos, hogy már teher nektek, de nagyon-nagyon sokan emlékeznek, és már nagyon várják, mikor lesznek 130 évesek. Akkor nagyon belefáradt. 130 évesek, mikor lesznek. Hát 125-öt betöltötték, úgyhogy most már 130-edik körülkezik. Jövőre tudom. Jó, 17-es napi rendi pontra térnénk, akkor rá ez a ciklusprogram elfogadásáról szóló javaslat.
nem tudom, képviselő urak, hogy kaptak-e ciklus programot, csodálkoznék, ha kaptak volna. Azt keresem, nem van a hiba vagy. Ami nincs, azt ezért most szóban csak annyit szeretnék mondani, hogy ugye, de törvény.